Üdvözlök mindenkit, nekroklim vagyok, srácok, teóriázgassunk egy kicsit. Van egy videójátékok körül forgó téma, ami minduntalan felkerül. Mondhatni, hogy mostanra 21. századra most már irreleváns is lehetne, de mindig egy új perspektívába lehet helyezni a dolgokat. És a mostani teória, amiről szeretnék beszélni, egy Joe Rogan nevezetű podcastos űrge köré helyeződik. Aki ismeri Joe Ragant, ismeri, aki nem, annak röviden elmondom, talán mostanra már a világon az egyik leghíresebb vagy legnagyobb podcastos űrge jelen pillanatban leszerződött milliókér a Spotify-hoz. Mindenesetre amúgy nagyon bírom a, a show műsorát, és amúgy jó ilyen komikus is felszokott lépni e, időnként, és a, annyit érdemes róla tűnni, hogy igen határozott véleményel bír egyes dolgokra, és úgy gondolom, hogy elég konkrét és fair véleménye is van, főleg, hogyha a vók kultúrára kerül a, a, a kerül a sor. Na mindegy. A lényeg az, hogy az legutóbbi podcastjában egy olyasmit mondott, ha a videójátékokról nyilatkozott, és mint hogy hát megvan a határozott véleménye, valami olyasmit mondott, és kélek bocsássátok meg, hogyha nem pont szó szerint tudom lefordítani, amit mondott, de az egésznek a lényege ez lesz. Beszélt arról, hogy a videójátékok nagy probléma, és ez neki is nagy problémát jelentenek, mert hogy rohadtul szórakoztatóak, és ugye bár addiktívek, és ez azért probléma tud lenni. Mint például is összevetett itt egy hasonlót, mint például tegyük fel, hogy van egy űrge, aki elkezd judicúzni fiatal korában, majd aztán később egyre jobb és egyre jobb lesz, aztán eszébe jut, hogy miért -e lehetne ő is tanár, mint annó a tanára, és elkezd nyitni egy mondjuk egy judicú iskolát, és, és, akkor végül belőle is tanár lesz. De hogyha videójátékozol, akkor tulajdonképpen mit csinálsz? Elkezdesz most videójátékozni, és három év múlva még mindig ugyanaz a csávó vagy, aki ugyanott ül, és videójátékhozik, és hogy a videójátékokkal nem lehet sehova sem előre sem jutni. Na most mi, akik videójátékozunk, ezzel tisztában vagyunk, ugye, hogy ez már a már nem így van. Ugye, aki kicsit is benne van a gamer életben, youtube az stb., számtalan gamer tud felsorolni, akik sikeresek voltak e-sportban, sikeresek lettek YouTube-on, és olyan nincs, hogy a gamingből manapság már nem lehet pénzt csinálni. Vagy mégse? Hogy a teóriámat a következőkben alátámasztjam, hogy lehet-e pénzt csinálni a videójátékokból, vagy talán mégsem, mégis igaza van valamilyen szinten Joe Rogannek. És sokszor természetesen magán a személyen múlik, aki ezeket a játékokat játsza. Beszélgessünk arról, hogy mennyi esélyed lehet neked, mint egyszerű ember, akik otthon ül nézi ezt a videót, mennyi esélyed lehet arra, hogy te valamikor egy híres játékos leszel, vagy egyáltalán egy híres személyiség, mondjuk, aki a játékokkal uh, foglalkozik, és ez egy kicsit nagyobb skálára kell emeljük ezt a témát, mégpedig bolygó szintre kell emelni. Hányan vagyunk most már ezen a földön? Nagyjából 7 milliárdan. Ugye hányan voltunk ezelőtt, és, és mennyire volt fejlett az internet, a tévés, és a rádiózás? Ugyebár régebben, hölgyeim és uraim, könnyebb volt híresnek lenni, mint most főleg, hogyha a semmiből jöttél, mivel nem voltunk annyian, és a média, mint olyan, ugye internet, és a nem volt olyan fejlet. ezért régen mondhatni úgy, hogy a tehetségkutatók valóban elmentek helyekre, és valóban felkeresték azon bizonyos tehetségeket, akikben tényleg volt valami Különleges, és felkarolták azokat, és rengeteg pénzt pumpáltak bele. De tényleg rengeteg pénzt. Némileg ez mostanra egy kicsit megfordult, mivel ugye nagyon költséges volt valamikor uh, ugye felkeresni ezeket a tehetségeket, és vagy, vagy befutott, vagy nem futott be ez az adott tehetség. Uh, nagyon költséges, volt, némileg megfordult a dolog. És most már. Azt nézik a tehetségkutatók, vagyis legalábbis az ilyen kiadók, hogy ki tudna olyan személyiséggel bírni, ha értitek, vagy magyarul szép, jól mutat a képernyőn és bárhol, a, akikbe, annyi, akikbe annyi pénzt tudnánk pumpálni, hogy híres legyen. Tehát nem felkeresik a tehetségeket, gyártják őket tulajdonképpen gyártósoron, és ez egy olcsóbb folyamat. Fognak egy szép embert, teletömik pénzzel, és hogyha például zenére kerül a sor, akkor um, állnak neki egy egy videoklippet, egy számot. Na most az a szám legyen jó vagy rossz, teljesen mindegy, hidd el nekem, hogy meg fogod kedvelni. Miért fogod megkedvelni? Azért, mert orba szájba fogod hallani a rádióból, a bevásárlóközpontokba, mozikban, mindenhol ez a szám fog menni. Nem az van, hogy arra várnak, hogy egy szám befusson, hanem beleültetik az agyadba. Először nem tetszik az a szám. Gondoljatok csak végig, hányszor volt veletek ilyen. Először nem tetszett az a szám, másodjára nem tetszett az a szám, aztán harmadjára már azon kapod magad, hogy dúdolgatod, negyedére pedig már vered a fejed, hogy anyád, ez egy kurva jó szám. És így gyártják manapság a sztárokat. Mert sok olcsóbb gyártani egy zenét egy szép embernek, ha van tehetsége, ha nincs, és azt lenyomatni e, tulajdonképpen mindenhol, addig, ameddig a nagy közönség megkedveli. Tetszik vagy nem? Tetszik, sajnos így van. És visszatérve ugye a teóriánkra, ezért is, mivel egy, egyrészt sokkal többen vagyunk, és hiába vagy tehetséges, a tehetségkutatók már nem feltétlenül fognak eljönni, megkeresni, megnézni, mert ez egy igen drága folyamat, és kockázattal jár az, hogy a tehetségedre egyáltalán igény van-e bármilyenféle piacon inkább csinálnak egy jól megszokott hangzatos zenét, ami, ami olyan ismerősnek hangzik, ugyebár, mert hogy minden szám manapság annyira egyforma, és pont ez a lényeg, ez a háttér neki, hogy egy olyan számot csináltatnak már a tizedik sztárral is, amit már valahol hallottál, valami ismerős dallam benne. És, és ezért fogod megkedvelni azt az adott sztárt, illetőt és a többi. Szóval ja, így állunk tulajdonképpen. És valahol ez talán már lassan át fog terjedni a videojátékokra is. Hogyha valamilyen szinten első vagy abban, amit csinálsz, természetesen te kapod fel a legnagyobb uh, hírnevet ebből a szempontból. Tegyük fel ebbe, ebből a szempontból, ez egyik leg jobb uh, példa az maga Ninja, ugye. Uh, Ninja nem ma kezdte, és sosem volt ennyire nézet, mint most, de viszont ő volt az első között, kicsit uh, híresebb youtuber, ugye aki PUBG-vel kezdte, uh, az első között volt, aki Fortnite-tal kezdett el foglalkozni, és bum. ahogy a Fortnite berobbant, az emberek keresték ki, Fortnite nozik, Ninja Fortnite az és uh, berobbant, akár te is lehettél volna az tulajdonképpen. Szóval elsőnek lenni jó dolog tulajdonképpen, mert meg van, nagyobb esélyed van rá, hogy hírnevet szerezzél. Továbbá sajnos tetszik vagy nem tetszik azon gyerekek, akik olyan családokba születnek, ahol a szülők már eleve ismertek vagy híresek, sokkal nagyobb eséllyel lesznek ismertek, mint te, ugye, aki éppességgel nem ismert családba születik, vagy nem éppen gazdag családba születik. Sajnos azoknak, akik én is ugye mondhatni, hogy szegény sorsból jövünk, sokkal erősebben és sokkal is duplán jobban kell küzdeni azért, hogy egy minimumot elérjünk, mint azok, akik beleszületnek ebbe az adott jó világba, hogy úgy mondva is némi előnnyel indulunk. Szóval Joe valahol igaza volt. Az, hogyha te videójátékozol, és nap, mint nap videójátékozol, valószínűleg három év múlva ugyanezt fogod, és ugyanazt a játékot ö, fogod várni, hogy kijöjjön. Minduntalan ö, már nem is feltétlenül nyújt akkor a szórakozást. De mégis akkor kérdezheted, hogyan csinálhatnál te pénzt a videójátékokból, vagy akár YouTube-ból, vagy valamiből. Hogyan lehetne neked esélyed arra, hogy kitörj a videójátékok szürkeségéből? És én játszottam koddal kompetitíven fiatal, fiatalabb koromban, és sose sikerült igazán kitörni a középszerűségből, hogyha így tetszik. Már akkor sem, pedig akkor még igen gyerekcipőbe jártak, főleg Magyarországon az e Egy kicsit egy olyan perspektívába szeretném helyezni a következő mondandómat erről, hogy pozitív és negatív dolgok. Úgy gondolom, hogy minden esélye megvan egy olyan fiatal embernek arra, hogy videójátékokból pénzt keressen, akik mondjuk a nyugati, fejlettebb, hát nehezebb. Nehéz úgy mondani a nyugati, fejlettebb, mert most már ez igen, mondjuk úgy, hogy a fejlettebb országokban élnek. Mivel megvan az adott technológia, megvan az adott kultúra, megvan az adott. Um, oktatás már tulajdonképpen, ugyebár is minden esélyed megvan, hogy karriert csinálj az olyan országokban, videojátékokból, de mi a helyzet például az olyan országokban, mint Magyarország, Ukrajna, Szlovákia, stb. Tudjátok, a kelet-európai régió, tulajdonképpen mi a helyzet velünk? És itt most egy személyes véleményről fogok beszélni. Úgy gondolom, hogy Magyarországon bár egyen-ketten kitörtek, ugye, mondhatni, hogy így híresek lettek, például a VR, Other volt stb. Híresek lettek ebből, de úgy gondolom, hogy az átlag embernek, és ők is azért, mert az elsők voltak gyakorlatilag, de az átlag embernek Magyarországon még egyelőre nem biztos, hogy feltétlenül biztos, nem feltétlenül biztos, hogy ezt a szakmát kellene választania. Szóval úgy gondolom, hogy Magyarországon az az ember, aki három év után is videójátékokkal játszik, és nem halad előre semmiféle karrier felé, az valójában pontosan azt csinálja, amit Joe Roganit kifejezett, hogy hát semmit, elvesztegeted az idődet. Mert hogy mi olyanok vagyunk talán, ugye kelet európában ö, olyanok vagyunk, mint a kevésbé gazdag vagy híres családba született gyerekek. Hogy így mondjam, a kevésbé fejlett országokban célszerű Legalábbis ez egy személyes vélemény, úgy gondolom, hogy célszerű, hogyha az az adott gamer választ uh, magának egy karriert. Ha erről van szó. Mondjuk mennyire programozónak, vagy bármi természetesen erről is uh, beszélhetünk, de nem feltétlenül fog, a, uh, fog. Nem feltétlenül lesz jó ötlet, hogy a videojátékot, mint kompetitivitást uh, karriernek választja. Mivel hogy ugye a gazdagabb országokból született, Játékosok sokkal nagyobb előnnyel indulnak ebből a szempontból. Továbbá, a tehetségeknek a száma exponenciális ami országainkban lévő tehetségekhez képest, mi vagy többen is vannak. És ez csak szimplán annak tudható be, hogy a milyen gazdasági struktúrába vannak a milyen országaink, milyen gazdasági helyzetben vannak a, milyen, a, a mi országaink, és nem feltétlenül gamernek lenni Magyarországon nem feltétlenül előnyös tegyük fel, hogyha ilyen évesen kezded, öm, ahogy mit annó én is kezdtem, csak én természetesen sosem fejeztem rá nagy hangsúlyt a YouTube-azásra, tehát én egy karriert választottam a, a, helyet, hogy komolyan YouTube-ozhassak. Természetesen 10 évesen kezded és csinálod egy bizonyos ideig, vagy mellékereset, vagy hobbi, az egy, az egy más tészta, sőt, talán, hogy azt mondom, hogy 10 évesen, amikor még ugye kompetitíven játszottam, megkerestem ennyi és ennyi pénzt vele, jó, jött pénznek, de sehol sem mondhattam azt, hogy ez ö, komolyabb pénz volt. Így aztán a sok vacilálásom között, hogy gaming vagy karrier, én választottam egy másik ö, karriert. Ugyanakkor egy, egy másik óvaintés is van uh, ebben az elméletben. Tehát mind azoknak, akik sikerült karriert csinálni a, a gamingből és a szórakoztató iparágnak a részei uh, lettek, és mindazok, akik csak ülnek és nézik mindezt, az természetesen ebből a szempontból nagyon-nagyon veszélyes tud uh, lenni. Mert tényleg uh, előfordulhat, hogy az ember elvesztegeti az idejét, mert hogy semmi nem igazán tanulunk a videójátékokból. A valamilyen szinten a videójátékok átvehették a könyveknek a szerepét, egyes dolgokat nagyon jól át tudnak adni videójátékok, mint annó régen a könyvek adtak meg. Természetesen videójátékoknak nem csak rossz oldala van, jó oldala is, sok mindenben tudnak segíteni, fejleszteni, fejlesztik az agyképességet, probléma megoldó képesség, sok mindent fejlesztenek ebből a szempontból, amit a tudósok elismernek, de a kormányok nem igazán akarnak elismerni. Szeretnék egy elméletet még hozzátenni ehhez. Kuba. Beszélgessünk egy kicsit Kubáról. Kubában nem nagyon van internet, vagyis van, de érdekes módon lehet hozzájutni. Oda mész egy bolthoz, felmutatod a személyedet, kapsz egy a, szimkártyát egy internet kóddal, és akkor lesz interneted e, a telefonodon. Néhány házba be van vezetve Kubában is a, e, az internet, de nem elterjedt. És akkor most itt jön egy érdekesség. Ezért Havannában megszületett, képzétek el, egy olyan rendszer, amit esznetnek hívnak. Nagyon érdekes dolog, az esznetet egy pár fiatal ember futtatja. És mit csináltak? Egy intranetet hoztak létre. Érdekes, a kormány megengedte nekik, hogy létrehozzák ezt az, ezt a, ezt az intranetet. Tulajdonképpen, és az egész egy ilyen wifi hálózaton működik, konkrétan ezer éves gépekről, de az ottani gémerek ezt használják, hogy szervereken játszanak. Nagyon sokan World of Warcraft aznak, természetesen mind tört szervereken megy, mert az egész nincs rákapcsolódva a világhálóra. Egy intranet szerver, gyakorlatilag tulajdonképpen egy helyi internetet csináltak, minden van ott, játékokat, stb. Na most, az egészet non-profit szervezet. Valószínűleg a kormány nem is nő engedné meg, hogy profitot csináljanak belőle, de olyan sokan használják már, hogy havannálba keresztül kasul vannak már a, a kábelek gyakorlatilag és a wifi kis, a wifi transmitter dobozok, és úgy kapcsolódnak fel az emberek erre az intranetre. Tegessünk a zseniális ötletről, amit csináltuk. Ezek a fiatal emberek, akik ezt megcsinálták, ők az igazi zsenik, igazán értenek ahhoz, amit csinálnak, csak egyelőre nem profitálhatnak belőle. Ki tudja, később aztán ilyen hatalmas szerverüzemeltetők lesznek Kubában, és ők lesznek az első cég, akik internetet fognak tudni biztosítani az embereknek elérhető áron. Mert hogy Kubában van drága az internet, a rendes internet, iszonyatosan drága, és csak nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak KB. Milyen következményekkel? Fog ez járni Kubára esetleg később. Egyes emberek meggazdagodnak, mint például talán ez a két fiatal ember, kettő vagy három fiatal ember, akik ezt az esztetet üzemeltetik, és ugyanakkor ott lesz a többi. Azok, akik jelen pillanatban is ezt a hálózatot uh, gamingre használják. Tehát ott lesznek azok a játékosok, akik csak játszanak. És három év után is csak játszani fognak, mert nem látják a lehetőséget a fejlődő iparban, vagy nem tudnak róla, és amit nem tudunk, hát azt nem tudjuk. Szóval az állítás a gyógyrogennek ebből a szempontból igaz is, meg nem is. És azt hiszem, hogy a végszóként el tudnám azt mondani, hogy rajtad múlik. De sajnos, amilyen családba születtél, és most itt értek gazdaság, országot gazdaságának szempontjából, sajnos nagyon meg fogja határozni, hogy hány hegyet kell megmásszál. Úgy gondolom, hogy Magyarországon egy fiatal gamernek ahhoz, hogy valódi pénzt hozzon ki abból, amit csinál, iszonyatosan meg kell küzdenie azért, és megeshet, hogy nem is azzal a játékkal fog játszani, amit igazán élvez. Mivel, hogy Magyarországon limitált azon játékok száma, ami kompetitivit, uh, kompetitivitással, szóval versenyszerűen lehet játszani például, és abból pénzt csinálni, és eleve nyugaton azon a játékoknak a tehetségei már túltelítettek. És azt hiszem, aki évek óta néz már engem, mióta videózom, már lassan tíz éve talán több, mindig mondtam, hogy észnél kell lenni nálunk a videójátékok terén, igazából mindenhol. Egy, egy nagyon jó hobbi, nagyon szórakoztató, nagyon jól el lehet lenni, de észnél kell lenned, és ki kell rángatnod magad belőle a valóságba, mivel hogy a mi országainkban, ugye, akik Magyarország és környékén vagyunk, um, kicsit másképp működnek a dolgok, és még nagyon kezdetleges cipőben jár ez a dolog. Még ennyi év után is el tudom mondani. Uh, ezt. Tíz évem alatt volt olyan. Szerencsém vagy nem szerencsém, hogy mindig, amikor ö, váltottam játékok között, mindig valahogy sikerült megtalálnom a közönségemet youtube on Sose voltam nagy YouTube-os, hál Sose voltam nagy YouTube-os, de ö, ez nekem így volt jó, mert nálam ez megmaradt hobbi szinten. És a szemem előtt láttam nagyobb és kisebb YouTube-osokat, akik fiatalon kezdték és időskorukba abba kellett hagyják valamiért. Vagy kifutott a kötletből, vagy munka közbe jött, vagy család, vagy élet közbe jött. Tehát magyarul közbe jött a valóság. És ezért mondom, hogy nekünk Magyarországon élőknek is környékén lévő élőknek nincsenek meg azok az életfeltételek, amelyek a fejlettebb országokban vannak. Nagyon észnék kell lenni, hogy milyen egyensúlyban tartjuk a videojátékok és a való életben való szerepünket. Azt hiszem, mi nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy az életünk egyelőre csak videójátékokról szólunk. Hogyha esetleg van olyan szerencsés, hogy olyan szüleid vannak, akik eleve ilyen technokraták, és abban nőttek fel, hogy számítógép és a többi, és eleve ebbe a világban nőttél te is fel, és jól kiismered magad, tisztában vagy az új irányzatokkal és technikákkal, akkor öm, lehet, hogy sikeresed. Hogyha ezt az egészet, úgy, úgy tekintesz rá, mint egy munkára és szakmára, akkor esetleg lehet rá e, esélyed, hogy kitörsz. Ha úgy tekintesz erre, mint egy hobbi, és csak videózgatok, mert élvezem azt a játékot, amit játszok, akkor úgy gondolom, hogy el fogsz vérezni ebben a szakmában. Erre én magam is egy jó példa vagyok. Látjátok, tehát nagyon régóta videózom, de sose törtem ki, vagy nőttem ki igazán. Természetesen számomra ez egy direkt döntés is volt. Jobb szeretek kicsiben megmaradni, jobban ellenni a közönségemmel ebből a szempontból, de sose volt meg az a nagy lépés. De mindazok a videósok, akik ezt erre egy szakmakét tekintettek, és fegyelmezetten dolgoztak, és direkt használok ilyen kemény szavakat, hogy szakma és fegyelem, és fegyelmezetten dolgozni a karrierjük fölött, nekik sikerült. Gondolok itt például a VR-ra, egy kiváló példa Magyarországon, vagy az Adővördre, egy kiváló példa Magyarországon erre az egészre. Energiát, időt, fegyelmet fordítottak bele, pénzt fektettek ebbe az egészbe, és ettől lettek azok akik lettek. Ha ki is jön rajtuk, például az Otherworld sokszor, ha megnézel egy játékértékelőket, már látszik, hogy már ez már csak a munka része nekik, és nem az élvezet része. És ez benne van. Sokszor nekem is benne van, pedig én csak hobbi videós vagyok, de sokszor csak azért csinálok, vagyis sokszor előfordul, hogy azért csinálok videót, mert hogy mert hogy már megkívánja a közösség, már megkívánja a közönség, vagy sokszor csak azért csinálok videót, mert nem szeretnék elveszni a YouTube algoritmusában. Értitek, hogy fel, ö, felkaroljon újra a YouTube algoritmus? Mert például nem olyan egyszerű ám. Tehát, hogyha azt akarod, hogy észrevegye a YouTube a videóidat, akkor ott minden nap két-három videót kell nyomatni. főleg, hogyha az elején vagy, hogy a YouTube felkapja, hogy az emberek érdeklődni kezdjenek. Minden nap két-három videót. Ezt csináltam az elején. én gyakorlatilag minden nap felment egy vagy két videó. Minden nap, mindedig, amíg meglett, hogy az 5000 plusz feliratkozó, addig minden nap töltöttem fel videót, és akkor kezdett el a YouTube felkapni. Természetesen az ott az algoritmus is változott uh, sok minden, de ez a szabály, ez még mindig él. És ezért mondom, hogy, hogy készülj fel arra, hogyha gamer vagy, akkor ez egy szakma, amit kőkemény fegyelemmel kell űzni. Ha csak hobbiból gémelgetsz, és azt gondolod, hogy a játék élvezetedből az fog felkarolni, és, és ebből te pénzt fogsz csinálni, és random semmit, munkát nem kell beletegyél, csak játszál, és videókat raksz föl, akkor végképpen három éven keresztül csak vesztegetni fogod az idődet például. Nagyon köszönöm a figyelmet. Kíváncsi vagyok nagyon, mit gondoltok erre a témáról. Osszátok meg a videót, hagyják minél többen, beszélgessünk erről a témáról egy kicsit. De ha tetszett a videó, iratkozz fel, csengőjelecske, linkek, a videó leírásában mindenhoz, ahol csatlakozni tudsz a közösségemhez. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!